bevezetésül fogadj üdvözletem. Bár nem vagyok Ficsurkit babája fésül, sem gróf, aki a népet nyúzza, sem monszinyor, ki hintól jött az égbűl, nevem kurtán Villon, szeretőm utcalány, úgy hívják Miriam. Hogy folyton a bezzeg a mi időnkben, én ezt ki nem állhatom. A sztorikat, amiknek a fele nem igaz, amiket rólam terjesztenek, amiket én terjesztek másokra. Szóval ezeket én annyira nem... Csak én bírok versemnek hőse lenni, első és utolsó mindenik dalomban. A mindenséget vágyom versbe venni, de még magamnál tovább nem jutottam. Jó szövegeket szeretek mondani. Én mániás szöveg ember vagyok. Hogyha én valami olyasmit tudok közvetíteni, ami engem is izgatna, és én nem tudom megírni. Kinek a hon mindig ajkain van, nincsen annak, sohasincs szívében. Mit használtok kofanyelvetekkel? Évről évre folyvást tart az aj, és nem ott-e, ahol volt a nemzet. Nincs-e még meg minden régi baj? Most csináltam egy estet Ákon Bákon címmel, amiben, az igazi. Nagyon izgalmas, hogy mennyire tudok lekötni X számú embert. Azon múlik minden, hogy csönd van-e, vagy mocorgás. Esik. Az ember inkább olvas. Odalapoz, hol írva áll, hogy milyen is egy hágó, kérem. Ha jobb megoldást nem talál. Hogyha ma, 2011-ben kellene eldöntenie azt, hogy színész lesz-e? No. Nem. Félreértés ne legyen, imádom azt a színázat, amit ha beülök nézőként, és egy nagyszerű fiatal valamilyen társaság játszik, akkor azt el vagyok ragadtatva. De én ezt már nem tudnám csinálni, és akkor meg minek? Az a legverőbb, hogy lehetett volna belőlük akár egy jó kezdőcsapat is. Jó időben született, új szülöttek. Gyorsabb lett minden. Az emberek gyorsabban akarnak szórakozni is. Egy új történet első mondatai, a tiszta lap, amelyen nem dereng fel a diktatúra vízjele. Mint mondtam a legelején, én szövegcentrikus vagyok, ez pedig most nem. Nem az akkor. És ment a kedves szépen, szelíden. Karcsú szél hajlott utána hűse. József Attila nélkül nem lehet élni. Az én falkám olyan falka, ondolálva van a farka. Azt tartom az egyik legfontosabb dolognak, hogy ne légy szeles, bár munkádon más keres, dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. És ebben az első sor ugyanolyan fontos, mint az utolsó.